Olcsó, még olcsóbb, és még olcsóbb. Akár már pár ezer forintért is rendelhetünk az internetről az eredetihez képest megszólalásig hasonló parfümöt, illetve bármilyen kozmetikumot. Az utóbbi években az online piacot hihetetlen mértékben árasztották el a rossz minőségű, káros vegyi anyagokat tartalmazó termékek utánzata. A nem megfelelő összetétel miatt súlyos allergiás reakciókat, légúti tüneteket, bőrgyulladást, kiütést, viszketést okozhatnak. Ha esetleg racionálisabbak vagyunk, meg céltudatosabban akarunk vásárolni, akkor a racionális agyunk szeretné eldönteni, hogy mit is akar a bőrünk, tehát mi a problémája a bőrnek, mert ez nagyon nagy skálán mozog. Csak vizet akarok pótolni, a betegségemet akarom kezelni, a rozáceámat, a zsíros bőrömet, a problémás bőrömet, milyen hatóanyagot akarok bevinni, azt éjjel érdemes bevinni, vagy nappal, mert van egy cirkadián ritmusunk, és az a becsapós, hogy a nagy marketing, a nagy média önző olyan szempontból, hogy ő azt akarja, hogy mi megvegyük, de mi érzelmileg oda csábulunk, ugyanakkor, ha alszunk rá, meg ráolvassunk egy kicsit az interneten, vagy érdeklődünk az orvostól, akkor talán, vagy a kozmetikusunktól, talán akkor okosabban el tudjuk dönteni, hogy hatóanyag szerint kellene választani, vívőanyag szerint, hogy szereteli a bőröm, kellemes az illata ugyanakkor, és az ártalán az utolsó, meg a márka, azon belül már lehet zongorázni, hogy járok én a zsebemhez képest a legjobban, a legjobb hatóanyaggal. Nem csak a bőrgyógyászok figyelmeztetnek minket, hogy vigyázzunk a többnyire távol keretről illegálisan importált parfümökkel, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei is. Ugyanis ezek a termékek káros vegyi anyagokat, de akár állati vizeletet is tartalmazhatnak. A NAV munkatársai a Magyar Időknek úgy nyilatkoztak, az elmúlt 2,5 évben több mint 100 000 üveg illegálisan árusított parfümöt foglaltak le és semmisítettek meg összesen több mint 800 millió forint értékben. Olvassuk el, hogy mit tartalmaz az a krém. Ott fogja írni a legapróbb betűkkel, hogy mondjuk van benne, becsületes módon fel van írva, hogy van benne 7 féle tartósítószer, nagyon pici adagba, én azt bírni fogom nagy valószínűséggel, de mindig lehetnek meglepetések. Azon belül, hogy esetleg olyan gyógyszert szedek, vagy éppen frissen van hámlasztva a bőröm, vagy terhes vagyok, vagy szoptatok, vagy valami állapot miatt másképp fog viselkedni a bőröm, lehet, hogy a legjobb kozmetikumra, valamelyik összetevőjére mégis allergiás leszek, de akkor jelentem az orvosnak. Olyan készítményt, amit csak úgy ránk akarnak sózni akárhol, és mondanak hozzá 5 mondatot, abban ne bízzunk soha. A hamis kozmetikumok esetében legnagyobb probléma az, hogy pontosan nem ismert milyen összetevőkből készülnek. Az alacsony ár minden esetre figyelmeztető lehet.